Én is hoztam már egy feldíszített kis tojást, amit itt a Királyszék útnál lévő, a Városrész tálánál lévő fára fogunk felakasztani. Lackovics Takács tíme a péntek délelőtt már felakasztott egy tojást ide a Királyszéki út melletti zöld területen lévő fára, sőt rögtön még egyet. Az önkormányzati képviselő reméli, sokáig nem maradnak egyedül díszei, hiszen húsvéti díszítésre várja a körzetében élőket. Sajnos még mindig azt az időszakot éljük, amikor egy igazi közösségi eseményt nem tudunk szervezni a városrészben, de húsvéti ünnepkörhöz kapcsolatban úgy gondoltam, lakossággal együtt gondolkodva, lakossági ötleteket megvalósítva, hogy indítunk két kis kezdeményezést. Az egyik kezdeményezés célja, hogy a városrészben feldíszítünk egy fát, ez a Ménfőcsónak tojásfája, és most egyúttal hívom is a lakosokat, hogy akinek van kedve, az hozzon egy tojást erre a fára, és aki a feldíszített tojást le is fotózza és feltölti egy Facebook eseményhez, azok között még ajándékokat is fogunk kisorsolni, Győrváros jóvoltából 750-es ajándékokat, illetve Cili mézes kalácsai helyi művészeti vállalkozásnak a mézes kalácsai is az ajándékok között lesznek. Úgyhogy hívom a lakosokat, hogy díszítsük együtt fel ezt a fát, ami itt a Ménfőcsanaki Királyszéki úti zöld területen található. Műanyag feliratos tojást mutat a kamerának a képviselő, egy másik játékos programmal is készül Lackovics Takács tímea. A Ménfőcsanaki tojásvadászatra a legfiatalabb korosztály képviselőit várják elsősorban. Műanyag tojásokat, melyekre egy kis sorszámot és Ménfőcsanaki húsvét feliratot ragasztottunk, elrejtjük ezeket a tojásokat a városrész játszóterein főként, illetve zöld területein, és aki ilyen tojást talál, az április 7-től a Ménfőcsanaki lakossági információs irodában egy finom kis csoki tojásot tudja beváltani. Bízom benne, hogy megmozgatja a lakosságot a két kis program, és ha elnyeri a tetszésüket, akkor természetesen a jövőben is folytatni fogjuk. A csanaki képviselő hozzátette, pozitívak a visszajelzések a lakosság részéről a különböző programokat illetően. Lackovics Takács tímea szerint szüksége van az embereknek az ilyen jellegű kezdeményezésekre, főleg ebben a nehéz helyzetben.